Köszöntöm a Kaposmenti magazin nézőit. Dombóváron is megemlékeztek az első világháborút lezáró trianoni békediktátum aláírásának jubileumáról. Az eseményen versekkel, dalokkal emlékeztek az elcsatolt részeken élő magyarokra, és idézték fel a fájó emlékeket. Szép számú közönség előtt rendezték meg június 4-én a Nemzeti Összetartozás napját Dombováron. A Trianon emlékműnél egybe gyűltek az idén alakult emlékbizottság és a Székelykör közös szervezésű műsorát tekinthették meg. Nagyon örülök neki, hogy ma méltó körülmények között megemlékezhetünk Trianon 100 éves évfordulójáról. Néhány héttel ezelőtt, amikor tanakodtunk róla, hogy mit is csináljunk a pandémiás helyzetben, már akkor is úgy döntöttünk, hogy lesz, ami lesz, mi megemlékezést megtartjuk. Nyilván a Székelykör ebben abszolút aktívan együttműködött velünk. Sajnos erre az évre több minden rányomta a bélyegét Trianonon túlmenően, hiszen amikor évelején nekiálltunk nagy lelkesedéssel, és az önkormányzat támogatásával létrejött a Trianon Bizottság, rengeteg programot szerveztünk erre az évre. Biztos vagyok benne, hogy ezek a programok nem fognak elmaradni, az év visszalévő részébe lesz rá kellő időnk, és remélem, hogy energiánk is, és nagy érdeklődés mellett meg tudjuk tartani a programokat. Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, és remélem, hogy ősszel túllépve ezen a helyzeten, nyilván Trianon emlékét soha nem felejtve, tudunk olyan rendezvényeket tartani, amely méltóképpen bele mélyed meg az emberekbe, hogy 2020-ban nem csak járvány volt, nem Trianon is 100 éves volt. Magyarok, testvéreim, ti szerencsétlen, átkos, rossz csillagok alatt virrasztva járok, ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan, s őszintén. S a nagy, nagy sír fölött ma fogjatok kezet, s esküdjetek némán, csupán a szívveréseivel, s a jövendő hitével egy nagy esküt, mely az örök életre kötelez. A munkát és a küzdést hirdeti, és elvisz a boldog föltámadáshoz. Nem kell beszélni róla, sohasem, de mindig, mindig gondoljunk rá. Dombovár 2020-ban ünnepli várossá avatásának 50. évfordulóját. Az eredetileg áprilisra tervezett programsorozat ősszel össze fog kapcsolódni a Trianon emlékév előadásaival. Mint annyi minden mást az életben átírt a koronavírus járvány, így a Dombovári Trianon Bizottság terveit is keresztül húzta. Volt egy tavaszi programsorozat, amit terveztünk, és egy őszi. Nyilvánvaló ebben a helyzetben most minden áttevődött őszre, és oda koncentrálódik. Terveink szerint a legtöbb rendezvényt azért meg tudjuk tartani az ősszel. Ezek között vannak előadások, ismeretterjesztő előadások és művészeti jellegű előadások is, illetve nagyon szeretnénk az iskolásokat, általános és középiskolásokat is bevonni, szintén ezen a két szinten. Tehát történelem és magyar tanárok segítségével egyáltalán megismertetni, megértetni, érzelmileg is megértetni a gyerekekkel, hogy mi a trianoni tragédia tulajdonképpen. És hát reméljük, hogy sikerülni fog. Az 50 éves Dombovár rendezvény sorozat nagy része is áttevődött szeptemberre. Össze fog kapcsolódni, reményeink szerint a kettő és a legtöbb rendezvény az e köré lesz csoportosítva. A műsorban az Éjes Gyula gimnázium diákjai dalokkal és versekkel idézték fel a fájó emlékeket, valamint Herceg Attila klarinéton, Zsabokorszky Ferenc hegedűn játszott dallamai emelték a műsor színvonalát. A rendezvényen dr. Nagy Miklós, Gáspár Boldizsár és dr. Hegedűs János is közreműködött. Van, aki bélyeget gyűjt, és van, aki bélyeges téglát. Utóbbi a ritkább, ezért is említésre méltó a dombovári téglagyűjtemény, amelyet Őri Nándor, a téglák jó ismerője, mondhatni barátja gondoz. A tetemes kollekció a szigeterdei lakótoronyban található. Eszterházy, Dőri, Spitzer. A nevek hallatán mi más juthatna eszünkbe, mint a tégla. Egy olyan építészeti alapanyag, ami életünk része, de van, akinek maga az élet. Őri Nándor, dombovári nyugdíjas építőmester munkájából kifolyólag egy olyan magángyűjteményt hozott létre, amely egyedülálló az országban.
70-es évektől a Kaposvári Műemlékvédelmi Hivatalnál dolgoztam, és először akkor találkoztam szemtől szembe a szemnészebb téglákkal. Ezek voltak évszámosok, monogramosok, akkor vele párhuzamban helységnevesek, és ugyanúgy egyedi bélyegekkel ellátott téglák. És ezekre aggal gondolok, hogy vannak olyan téglák, amelyik például az egyedi jellegűek, a kéznyom van benne, kis cicalám nyoma, és vele párhuzamban nagyon gyakran találkozunk a házavetési tégláknál a tyúknyomatos téglákkal. Ilyen és ehhez hasonló egyedi téglákat tekinthet meg a látogató a Dombovári szigeterdei lakótorony második szintjén. A lakótorony egyébként egy 13. századi építmény 2005-ben felújított mása. A közelében régészeti ásatások során a város első téglaégetőjének nyomait is felfedezték. Hát maga a téglagyártás története a Dombóváron, hogy az Eszterházi birtokokhoz tartozott a Dombóvár területe maga, tehát az Eszterházi tégla az adott volt. Az Eszterházi tégla után találkozunk úgy a Dombóvár más téglavetőivel, Vancsa Sándor és Béldi József, valamint a háború után a 3-4 maszek téglaégetőt államosították. Az Eszterházi téglagyár, ami jelen pillanatban Kapospolai Dombóvár szélén volt a régi téglagyár, az volt az Eszterházi 1-es, a Tesco-val szemben a Spitzer Sándor és fiái, és a nagyállomás és a magtermelő vállalattal szemben pedig a téglagyár 3-as épület volt. A tégla mindennek az alapja, mondja Őri Nándor, amint egy 600-650 darabos kollekcióban a bélyeges téglákon túl homlokzati díszek is helyet kaptak. A legrégebbi, még nem szabvány méretű tégla a római korból származik. Kiállított anyag itt Dombóvár és környéke, a Dombóvár téglagyártás története mutat rá, az Dombóvár és környéke, a párhuzamban vele pedig akkor van a helységnevesek, az évszámosok és az egyéb monogramosok, és utána pedig van egy külön zsolnai oldal is. Ami a dombóvári téglagyártás története az 1870-ben Lexazino olasz építészmérnök a Spitzer téglagyárat megvette, és utána pedig a II. Világháborúig Spitzer Sándor üzemeltette tőle. A téglagyár másik része a Spitzerféle kis Spitzer téglagyár, az pedig a Kapospula és a Dombóvár szélén található Spitzer téglagyár, az volt a idősebb Spitzer Sándor téglagyára, az előbb említette a fiáé volt, és a harmadik téglagyár, ami a magtermelő szövetkezete szembe, az pedig az Eszterházi téglagyár volt. A legrégebbi tégla a római kori téglák, amik ott láthatók, és utána vele párhuzamban évszázadokon keresztül lehet követni a következő többieket. A római téglák, azok végsősorban nem szabad méretűek voltak, mert a római korban még nem volt véglegesítve a téglaméretek. A látottak alapján is 5-6 centi különbözettek, 8 centi különbözettek vannak a római téglák között. Majd később, amikor már az ipar annyira fejlődött, akkor szabványosították a téglákat. Úgy a nagyméretű, kisméretű téglák, és vele párhuzamban különböző modern időkben már blokk téglák. A tárlat előzetes bejelentkezés alapján látogatható, iskolás csoportok számára egy-egy itt töltött technikaóra felér egy időutazással. Sőt, az építőmester téglatáborokat is szervez, ahol a gyerekek a gyakorlatban is megismerhetik a téglavetés tudományát.
Az országban kevés hasonló kiállítás létezik, de a gyűjtők baráti viszonyt ápolnak egymással. Létezik az egyik legszebb gyűjtemény, a Veszprémi Múzeum, ahol már múltja van a téglagyűjteménynek, de nagyon sok téglagyűjtő kollégák vannak, akivel rendszeres cserék alapján újabbnál újabb téglához jutunk. Nagyon fájt a szívem valamikor nehezen hozzájutható egy idős bácsi, az úgynevezett fíbácsi, akinek a tégláját úgy előszeretettel mindenki lecsap rá. És most hosszú idő után egy barátomnak kaptam ugye az évszámosát, Fi József, és az ő évszámosa a kiállítás közepére van helyezve. Ezek olyanok, hogy még a bácsinak az idejében ezt mindenki szeretné megkaparítani magának. Nem csak tégla, hanem írásos, képi és tárgyi emlékek is megtekinthetők az egykor szebb éveket megélt dombovári téglagyárakról, az üzemeltető családokról, olyan eszközök, amelyek nélkülözhetetlenek a téglavetéshez. Csupán olyan dolog, amit egy szenvedélyes építőmester nagy gonddal gyűjtött, azt gondozza, ápolja és továbbadja a mai kor emberének. Nem az a nagy bajnok, aki sose kerül padlóra, hanem az, aki fel tud állni. Ez lehetne akár a karatékák jelmondata is. Kevesen tudják, hogy a karate nem elsősorban önvédelem vagy győzelemig menő sport, hanem jellemfejlődés, önmagunk határainak megismerése és legyőzése. A dombovári karatesuli egyesületnél jártunk. A járvány nehezebb időszaka után most kezd beindulni az élet az edzőteremben. Az eddigi otthoni gyakorlatokat felváltotta a csoportos edzés. Hát a járvány az nálunk is éreztette hatását, csak úgy, mint hazánkban. Ugye körülbelül 3 hónapig teljes leállás volt, ez a létesítmény is zárva volt, tehát nem lehetett edzéseket tartani, és hát mindenki várta jó szerencsét, hogy előbb-utóbb talán akkor visszatér az élet, és hát körülbelül ez a mai nap az, amikor már mondhatjuk azt, hogy visszatért az élet ebbe a sportcsarnokba. Eddig a kezdőknek nem volt edzés, a picikéknek. A május 7-én kezdtük el ilyen csökkentett feltételekkel az edzéseket, 1,5-2 méteres távolságba, inkább technikai edzéseket tartottunk, fizikai dolgokat gyakoroltunk, nyújtásokat végeztünk, de az egésznek a savaborsa, tehát a páros gyakorlatokat eddig nem tudtuk gyakorolni, hát majd ezek után. Illetőleg ezt a 3 hónapot úgy próbáltuk átvészelni, hogy minden versenyzőnek, középhaladónak volt egy edzés terve, az alapján megvolt, hogy kinek mi az adagja, milyen futás feladatai vannak, milyen fizikai erősítés feladatai vannak, illetőleg minden középhaladó és haladó gyereket elláttunk felszerelésekkel, akár kézi súlyzókat, akár csuklóra szerelhető súlyzókkal, akár ütőpárnákkal, amit otthon, pontkesztyűkkel, amit otthon a szülőkkel, testvérekkel együtt tudtak használni és gyakorolni, hogy legalább ne kelljen teljesen előről kezdeni, tehát próbáltunk arra figyelni, hogy a fizikai kondíciót azt megőrizzék a gyerekek, és hogyha ez biztosítva van, akkor utána már könnyebb azért visszatérni a rendes kerékvágásba. Az egyesület nagy múltra tekint vissza. A mára már olimpiai sportággá váló karate Dombováron 1975 óta van jelen. A Dombovári Karatesúri Egyesületnek, hogyha a gyökereit próbálnánk keresni, akkor 1975-ig vissza kellene menni az időbe. Akkor tájt került be Európába a karatesport, és néhány évvel korábban Magyarországra is, és az első egyesületek között Dombováron is lehetett már karatézni. Akkor az akkori birkózó edző Győre Pista bácsi volt az, aki a birkózás mellett kedvet érzett arra, hogy erről a távol-keleti karatesportról is itt helyi szinten valamilyen oktatásokat, edzéseket próbáljon szervezni. Jó magam, kicsit később, 1980-ban kerültem a Pista bácsihoz, tehát az idei évben lesz október 31-én, kereken 40 éve, hogy elkezdtem ezt a sportot. Nekem nagyon tetszik, valahol én is ott a középpályán
foglaltam helyet, tehát nem voltam a legjobb, de a szorgalmam az itt tartott, és most éppen én viszem a lángot, a stafétabotot, vagy mindegy, hogy fogalmazunk itt az egyesület élén. Pista bácsitól 2005-ben vettük át az egyesületnek a vezetését, Rizsányi Attila barátommal. A sportolók 2006-ban alapítottak egyesületet, amely már kisiskolás kortól várja a keleti kultúra szerelmeseit. Hozzánk egyébként a legproblémásabb gyerekeket szokták hozni, akikkel már otthon nem bírnak a szülők vagy a tanárok, és akkor van egy ajánló levél volt, hogy a pszichológus azt küldte el a gyereket ide karatézni, és 90%-ba, aki, illetve nem is 90%-ba, tehát aki megmarad egy-két évet, az biztos, hogy fog fejlődni a magatartása, biztos, hogy fog fejlődni a tanulmány eredménye. Jó magam egyébként jobban szeretem ezeket az izgőmozgó gyerekeket, és ha bármilyen sportág választó van, akinek nincs labdaérzéke, aki nem szeret futni, aki nagyon-nagyon nem tud megülni a fenekén, és pisztergálja a szomszédját az iskolába, vagy ezeket az izgőmozgó gyerekeket szeretem én inkább jobban, mert ők belőlük lesznek az igazi harcosok, egy picit kell megcsiszolni őket, és utána ők lesznek a legjobb szívvel megáldott versenyzőink. A karate több, mint egy sport. Fontosabb a jellemfejlesztő tulajdonsága, amelyet bármely életkorban hasznosítani tud az ember. Igazából valójában a karate az nem csak sport. Itt gyakorlatilag nem játszunk, hanem felkészülünk az életre. Tehát ezt a gyerekek talán annyira nem tudják, a szülők inkább, illetőleg akik már régebb óta ide járnak hozzánk, azokkal már vagyunk olyan viszonyban, hogy edzőtáborokban vagy más rendezvényeken, ahol szoktunk beszélgetni, azért nem csak a sorok közt, hanem konkrét mondatokban is azért már ők is tudják, hogy ez a karate, amit Ázsiában, Japánban hoztak létre, ez valójában mindenkit a mozgáson, a sporton keresztül az életre tanít. Tehát aki megtanul küzdeni, aki megtanulja először saját magát legyőzni, a saját fáradtságait, a saját izzadságán keresztül, azt a későbbi életben, akár a tanulásban lesz olyan szorgalma, hogy sose fogja feladni, és hát ahogy mondják, nem az a nagybajnok, aki sose kerül padlóra, hanem az, aki mindig fel tud állni. És ez sokszor nem csak a tanulásnál, hanem később a munkahelyen, akár a családalapításnál is meg tud jelenni ez a dolog. A stílus alapító nagymesterünk, a Gicsin Funakoshi Sensei, ő is a fő-fő mondata az volt, hogy a karate célja nem a győzelem vagy a vereség eldöntése, hanem a gyakorlatok tökéletesítése és a jellem fejlesztése. És a karaténak a fogalmát is 5 pontban definiált, ez pedig a becsület, a jellem, az akarat, az önuralom és a tisztelet. Tehát mi igyekszünk ezek a fogalmak szerint nevelni a gyerekeket, és hát ahogy szándékomban áll, nem csak az edzőtermen belül kell ezeket a dolgokat így megélni, hanem az edzőtermen kívül is. A sikerek tekintetében szerényen nyilatkozott az egyesület vezetője. Hát a legnagyobb siker, lehet, hogy nem ezt várják, nekem az a legnagyobb siker, amikor van egy iszonyatos orosz gyerek, és az hosszú-hosszú éveket itt letölt nálunk, és lesz belőle egy teljesen normális állampolgár, aki hasznos tagja a magyar hazának, hogy ilyen kifejezéseket is használják, ez a legnagyobb öröm. Tehát volt nálunk, akik hátrányos helyzetű volt, halmozottan hátrányos helyzetű volt, akár a nemzetiségéből, vagy a bőrszínéből adódóan, és hogyha ez az illető itt eltölt velünk 7-8 évet, és utána ez az illető rendőri végzettséggel tud munkát vállalni, ez a legnagyobb siker. Tehát vannak erkölcsi sikereink, én ezeknek belül sokkal jobban örülök, hogy sikerült valakit a karate sporton keresztül, vagy a karate eszméjén keresztül felkarolni, felemelni, és nem kallódott el, nem tudta lehúzni az a közeg, az a társadalmi környezet, amiben beleszületett, hanem ebből ki tudott lépni, ki tudott törni akár a sporton keresztül. Viszont köztudott az, hogy a gyerekeknek szüksége van a versenyzésből adódó sikerélményre. Ez egyfajta kontroll is, ez egyfajta visszajelzés, hogyha valaki belenéz a tükörbe, akkor tudja azt, hogy hol tart. Mert az, hogy egyesületen belül, hogy hol tart, hogy ügyesebb vagy kevésbé ügyes, azt is nagyjából érezni, de az igazi megmérettetés az az, hogyha elmegyünk versenyekre, és ott a hasonló egyesületekben, hasonló körülmények között versenyző korosztállyal mérettetjük meg magunkat. A
versenyzésben is vannak nagyon nagy sikerélményeink, fel sem tudnám sorolni, de csak az érzékeltetés kedvéért, hogy például a tavaly évben 19 versenyen vettünk részt, ebben volt Európa-bajnokság Montenegróba, tengerparti bárba, és voltunk Csehországban, Karlovy Varyban világbajnokságon, de természetesen ugye az országos diákolimpiának is voltak résztvevői az egyesületünkből, ott is lett országos bajnokunk, lettek érmeseink, tehát egy országos diákolimpián ez hatalmas nagy fegyverténynek számít. Az országos bajnokságon is 11 magyar bajnokunk lett a tavalyi évben, és hát a tavalyi Európa-bajnokságon aranyérmet ugyan nem sikerült szerezni, de 6 ezüst és 6 bronzérmet az utánpótlás kategóriában szereztünk. A világbajnokságon pedig 2 ezüst és 2 bronzérmet. Szabó Csaba társadalmi munkáját nemrégiben országos szinten is elismerték. Van egy országos magyar karate szövetség, akihez becsatlakoztak ugye a Magyarország egyesületek, és ennek a Magyar Karate Szövetségnek volt a Stefánia Palotában Budapesten egy országos diátadó gálája, és itt ért az a megtiszteltetés, hogy engem is hívtak. Részben gondolom az edzői múltamból adódik, részben a tanítványoknak a teljesítményeiből adódik, és hát a veterán versenyeken én is el szoktam indulni, és hát ott is mint személyes példamutatással lépek fel, és ott is több érmem van, akár világbajnokságon és Európa-bajnokságon is, aranyérmet még nem sikerült szerezni, de ezüst és bronzérmeim nekem is vannak, és szerintem ezt így egybe, hogyha vették, akkor a mérlegelés folyamán érdemesnek találtak arra, hogy akkor én is ezen a diátadó gálán kaptam egy elismerést. A karate suli 3 kategóriában tart edzéseket, kezdő, középhaladó és haladó szinten. Mint az már elhangzott korábban, nem feltétlen az érmek gyűjtése a fontos, hanem hogy a sportolók saját magukhoz képest egyre jobbak, magabiztosabbak legyenek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!